9 csoport, 9 teraszán, 9 különböző népi mesterséget mutattak be a bátaszéki óvodások Szent Mihály napja alkalmából. Évtizedes hagyomány az intézményben, hogy megemlékeznek erről a népi kultúrában is fontos napról. Szabóné Béda Anita óvodapedagógus elmondta, hogy elődeink ezen a napon hajtották be az állatokat a legelőről. Ilyenkor fejeződnek be az őszi munkálatok, innentől kezdődik a téli időszak a néphagyományban, tehát ilyenkor jön el a hálaadásnak az időszaka, és igazából mi most ezt így egy komplexen próbáljuk a gyerekeknek ezt átadni. A mesterségek között volt cipész, cukrász, borász és pék, de mindezek mellett egy közös mozgást is tartottak az óvisoknak. Simon Csabáné az intézmény vezetője elmondta, hogy az idei tematikát a vásári hagyomány köré építették fel, és a játékosság mellett figyeltek arra is, hogy az ünneppel kapcsolatos tudást is átadják a gyerekeknek. Az elméleti tudást is valamelyest az ő szintjükhöz képest megkapták a gyerekek, tehát beszélgettek a kollégáim arról, hogy mi is ez a néphagyomány, mire kell gondolni, mi történhetett régen, és ezt próbáljuk ma újraélni. Az itt dolgozó óvodapedagógusok azt is elmondták, hogy a néphagyomány olyan stabilitást ad az ember életében, ami nélkülözhetetlen, ezért is tartják fontosnak az ilyen események megünneplését.